Szeptember 28. Október 24. Szeptember 19. November 26. November 14. Szeptember 10. A pasimmal lenyűgözően viselkedett. Meglátogatott és zokszó nélkül belapátolt a csiperkés libazsíros áfonyával töltött gombócomat. Olyan jó hangulatban volt, hogy egyetlen arcrándulás nélkül hagyta, hogy kielégítsem az ágyban. Sőt, gyakorlatilag megengedte, hogy egyszerűen elaludjak mellette anélkül, hogy legorombított volna, amiért már megint nem szenteltem kellő figyelmet szerény szükségleteinek. Október 10. Pasim ma az egész emberiséget megváltó módon volt csodálatos hozzám. Felhívott telefonon, és részletes képet adott munkahelyi életéről. Még ahhoz is vette a fáradtságot, hogy körültekintően jellemezze főnökét, azaz időt és erőfeszítést nem kímélve 41 különböző jelzőt használjon gerinctelen törpe mi voltának megjelenítésére. November 14. A pasim ma valamilyen furcsa okból kifolyólag nem gorombult be, és nem üvöltözött velem, amiért nem voltam otthon hajszál pontosan este 10-kor. Bár állítólag minden 5 percben felhívott a súlyemelő boxoló klubjából, hogy leellenőrizzen. De mindennek dacára nem vont kérdőre, nem vádolt hűtlenséggel, és szokásától eltérően nem fenyegetett meg életveszélyesen sem, úgyhogy meg is ijedtem kicsit, hogy talán beteg vagy ilyesmi. Egész nap úgy bánt velem, mint egy másik emberi lényel, és emiatt aztán el is kezdtem aggódni egy csöppet, ugyanis képtelen voltam kitalálni, hogy miért. November 26. A pasim ma megrendítő emberségről tett tanúbizonyságot. Történt ugyanis, hogy kivételesen nem barmott le, amiért az apám képe lóg a falomon az övé helyett, és ezen kívül nem hívott egy idegbeteg hülye kurvának, amiért a barátnőm fényképe áll az asztalomon az írógépem mellett. Fogalmam sincs, mi történik vele és miért. Isten adja, hogy ne kelljen majd egyszer még keservesen megfizetnem mindezért.